ez a mai videó egy zsákba macska videó lesz. Már nagyon rég volt a csatornán, pár hónappal ezelőtt az Európa kiadónak volt egy zsákba macskája, amit rögzítettem és megmutattam nektek, és nekem az a csomag rettentően tetszett. És most az olvas.hu-n láttam meg, hogy március 31-ig a Maxim kiadónak is van zsákba macskája, és 3000 forintért kaptok 5 könyvet, de lehet több csomagot is egyszerre rendelni. Én rögtön 2 rendeltem, és egybe is csomagolták egyébként, tehát így egybe van, és így akkor 10 könyvet kaptam meg, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz benne. Egyébként Dream válogatás, Mont Blanc válogatás és Delfin könyv is van benne, és azt ígérték, hogy 15.000 forint értékben lesz a csomagban a könyvek, úgyhogy hát kíváncsi vagyok, most ki is nyitom, és megmutatom nektek. Sikerült kinyitnom. Olyan szuper biztonságosan volt lezárva, hogy inkább nem mutattam meg, hogy hogy szenvedek a kinyitásával. Egyébként az Európa zsákba macskája nekem nagyon-nagyon tetszett, és szinte kivétel nélkül olyan könyveket kaptam, amiket szívesen elolvasnék. Hát most meglátjuk, hogy ezután, a videó után mennyire leszek elégedett, de nézzük is, hogy mit tartalmaz a csomag. Hát itt rögtön van egy ilyen papírka benne, amin az van, hogy készíts unboxing videót, tölts fel Instára, jelölj be rajta minket, és mutasd meg a többieknek, hogy a te csomagod mit rejtett. Hát Instára nem fog kikerülni, de itt láthatjátok. Na nézzük! Az első... Hát én azt hiszem, hogy ez... Nem tudom, ez lehet, hogy egy sorozat. Alexander Bracken és a Sötét Örökség, ez Dream válogatás. Aha, ez biztos, hogy sorozat. Majdnem 5 év telt el azóta, hogy a különleges képességű pszí gyerekeket fogvatartó táborokat megsemmisítették, ám a fiatalok élete nem lett könnyebb. A már 17 éves Zú nem képes tovább tétlenkedni, így harcba száll a jogaikért, az előítéletek egyre növekvő hullámában, ám amikor azzal vedélyek meg, hogy szörnyű bűncselekményt követett el, újra kénytelen lesz elmenekülni, hogy életben maradjon. Hát én nem ismerem ezt a sorozatot egyáltalán, és most ezt nem tudom, hogy fantasy, thriller, vagy micsoda, de egész szép a borítója egyébként. Hát majd meglátjuk. Következő, szintén Dream válogatás. Lele Pons élt túl a sulit. Melissa de la Cruz-tól egy online díva naplója. Na, ez biztos nem lesz az én regényem. Eleve online életet nem igazán élek, és... Ez igaz történet. Lele Pons, a fiatal floridai lány vicces videóival hódította meg az internetet, rövid idő alatt 10 millió követőt szerzett, és több mint 7 milliárd lejátszással igazi szupersztárra vált. Hát nem tudom. Azt írja, a kissé önbizalom hiányos Lele kétségbeesetten igyekszik jól teljesíteni az iskolában, esténként pedig az interneten próbálja kifejezni önmagát. Hát nem tudom. Lehet, hogy érdekes könyv, majd azért beleolvasok. Általában minden könyvnek azért szoktam esélyt adni, legalább olyan szinten, hogy beleolvasok. Úgyhogy ha már itt van, akkor miért ne? Következő. Wow! Madeline Rowe-nak Sanctum a rejtélyes társulat. Hú, elég ijesztő borítója van. New York Times bestseller, és egyébként ez is Dream válogatás. Na, csak Dream válogatást kapok. Abby
David Dan és Jordan olyan dolgokat élt át New Hampshire Egyetem nyári táborában, ami egy életre szóló traumát jelentett mindhármuknak. Ez az élmény rányomja bélyegét Abby és Dan kibontakozó szerelmére is. Mindannyian próbálnak túljutni a fájó, gyötrelmes emlékeken, de a múlt még mindig kísérti őket. Hiába is szeretnének tovább lépni, rengeteg megválaszolatlan kérdés marad, és valaki eltökélten igyekszik fenntartani bennük a rettegést azzal, hogy rejtélyes fotókat küld nekik egykori vándor cirkuszi jelenetekről. Hát izgalmasan hangzik egyébként, pont az van ide beírva, hogy izgalmas és vérfagyasztó folytatás a New York Times sikerlistás Asylumnak, amely három fiatal történetét meséli el. De most akkor ez is folytatás? Na jó, akkor ennek is utána kell néznem, hogyha ez is folytatás. Igen, trilógia. Na, hát ezt nem szeretem, amikor második részeket küldjenek, akkor legalább az elsőt küldjék, hogy akkor kapja meg az esélyt arra, hogy szeretném-e folytatni. Következő. Szintén harmadik kötet. Nem szeretem már ezt a csomagot, mert most sárkányok, a sárkányok dühe Morgan Rice-tól. Hát azért ez nem annyira jó. Nem is nézem meg, hogy ez micsoda. Következő, szintén dream válogatás. Harmadik kötet. Rebecca Donovan boldogító lélegzet. Ismerem ezt a trilógiát, és hát nem tudom. Annyira nekem nem nyerte meg a tetszésemet a Noah főszövege az első résznek. Ez egy trilógiának a befejező része, és itt leírja, hogy mi történt velük, úgyhogy el sem olvasom, mert annak semmi értelme. Hát nem tudom, aki már olvasta ezt a lélegzett trilógiát, az megírhatná, hogy egyébként milyen, de majd a Molyan is azért utána nézek. Bár nem valószínű, hogy meg fogom venni az előző részeket. Következő, végre egy Mont Blanc válogatás, és Alice Hoffmantól a Gyönyörű Titkok Múzeuma. Na, ennek viszont kifejezetten örülök. Történt egy olyan világról, amely egyszerre varázslatos és szörnyű, álomviláguk épülnek, csodák, melyek addig elképzelhetetlennek tűntek, szenzációk, amelyek aztán a sülyeztőbe kerülnek, összeomlanak. A helyszín New York, az 1900-as évek első évtizedeiben járunk, Corelli Sardi furcsa torzulással született ujjai között hártya feszül. Apja úgy nevelte, hogy a hártya a legjobban hasznosuljon, ha lány kreált belőle. Egy olyan lényt, aki csillogó ruhájában nappal ezreket szórakoztat a Gyönyörű Titkok Múzeumának akváriumában, és éjszaka titkos tettekre kényszerül. Egy pazar mese furcsa és különleges emberekről, akiket a múlt kísért és a jelenben nagyon bizarr körülmények között élnek. Egyébként hallottam már az írónőről. Hát nem tudom, hogy ez mennyire lesz az én világom, mert ugye ez inkább fantasy regény, de ettől függetlenül még mindig ez a legjobb az összes közül. És nem is tudom, hánynál tartok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, még elvileg 4 van vissza. Na, ennek is viszont örülök. Dream válogatás szintén, és Dumplin így kerek az élet, tudom, hogy ebből készült egy film, és azt is tudom, hogy Jennifer Aniston az egyik főszereplője, ha minden igaz, de nem biztos egyébként. New York Times bestseller ez is, és Julie Murphy írta, és Willardin Dixon, azaz Dundika, ahogy ex-szépség királynő anyukája hívja, mindig jól érezte magát a bőrében. Hogy mit gondol a tökéletes bikini alakról? Azt, hogy vegyél egy csinni darabot, és vedd fel, akárhogy nézel is ki. Barátnője Ellen, a tökéletes amerikai lány mindig mellette tehet, és semmi problémájuk nem volt egészen addig, amíg Will el nem vállalt egy munkát a helyi gyors étkezdénél. Ott találkozott a szexi magániskolás ex-sportolóval, Bóval, Will nem is igen lepi meg, hogy vonzódik a fiúhoz, de az már igen,
hogy a dolog kölcsönös. Na jó, egy kicsit mesébe illő a történet, hogy a csúnya kislány megismerkedik a gyönyörű herceggel. Ettől függetlenül azért érdekel, főleg amiatt érdekel, hogy a saját testünknek az elfogadása az mennyire fontos. Ha ezt jól fejti ki ez a regény, akkor biztos, hogy számomra is fog adni. De lehet, hogy a szerelmi történet az túl mesés lesz számomra. És akkor jöjjön a nyolcadik. Dream válogatás, Amy Caitlin Ryan, Ragyogás. Hát ha ez is egy trilógia, akkor ez egy sci-fi-szerű. Mit éreznél, ha egy olyan űrhajón születtél volna, ahol csak a szüleid és az idősebbek ismerik a Földet? Te sosem láttad, csak az általuk mesélt történetek alapján ismered, és minden vágyad, hogy megérkezzetek az új otthonotokba arra a bolygóra, amelyet benépesíthettek. Ez egy trilógia első része. Na helyes, végre! A kitartásról, szerelemről és árulásról szóló lebilincselő történet fenntartja az érdeklődést és kíváncsiságot az olvasóban. A második rész 2013 őszén fog megjelenni, akkor ez már egy nagyon régi regény. És ez nem is újra nyomás, hanem ez egyszerűen nem fogyott el szerintem. 2012-es. Akkor adta ki a Maxim kiadó. Hát, mindenkinek csak ajánlani. Tudom a sötéten titokzatos, ragyogás, fordulatos és viharos kalandjait a galaxisban. Nem tudom, de egyébként ennek is nagyon szép a borítója. Főleg, hogy itt az ó helyén így csillog a borító. Na már csak kettő van vissza. Vagy elszámoltam magam? Na, itt van. Ez is egy dream válogatás. A mágikus tolvaj Kendall Culpertől. Ez is fantasy-szerű. Már világában a mágia jelent mindent, a fiú azonban Bianco, rajta nem fog a varázslat. Egy Biancót nem lehet mágiával megigézni, sem megátkozni, vagy megölni, de oltalmazni sem. És mindenki fél tőlük, még magammal is, így aztán elrejti valódi énjét, csupán legjobb barátja Essie-ról, a boszorkánylány tud róla. Ám egy napon Essie felfedi a titkát, és Malt elűzik szülőföldjéről. A lány árulása nagy csalódás számára. Hú, ez a csomag egyébként biztosan nagyon sok embernek tényleg örömet szerez, és biztos, hogy sokaknak ez az ízlése, az a baj, hogy nekem nem. Ezt most nem is látom, hogy ez mikori regény. De talán ez viszont nem trilógia legalább. És akkor az utolsó könyv. Szintén dream válogatás. Szép borító. Nem ez is a szeretet ellenségen a Banks-től. Mit tennél, ha beleszeretnél az ős ellenségedbe? Szepora hercegnő az utolsó kovács az öt királyságban, spektórium árad belőle. Nem olvasom tovább. A könyv cselekménye lebirincselő és magával ragadó, a szenvedélyes, románcokedve, szexi terék király, illetve a bátor és vakmerő Szepora hercegnő között szenvedélykeltő és szívmelegető. Na majd, amikor azt tervezem, hogy a komfortzónámon kívül olvasok, akkor ezek a könyvek bekerülhetnek, mert ez szinte egytől egyig mindegyik a komfortzónámon kívül esik. Úgyhogy igazából nem azt mondom, hogy nem vagyok elégedett, hanem nem nekem szólnak ezek a regények, de ettől függetlenül azért elrakom a polcomra. Mondjuk annak nem örülök, hogy ennyi trilógia van közötte, és az, hogy nem első részek. Úgyhogy azokkal nem tudom, mit fogok kezdeni. Minden esetre ez lett volna ez a Zsákba macska. Köszi, hogy megnéztetek. Sziasztok!